2004-ben először Demszky Gábor korábbi főpolgármester ígérte meg az elektronikus jegyrendszer bevezetését. A csipkártyás rendszer kényelmesebb lesz az utasok számára, mert egyszerűbb lesz a jegy- vagy bérletvásárlás. Nem lett belőle semmi. 2014-ben Tarlós István jelenlegi főpolgármester is bejelentette az e-jegyrendszer kiépítését. 2017-ben fejeződik be a komplett beruházás. Nem fejeződött be, és még tovább csúszik a bevezetése, miután a Budapesti Közlekedési Központ tavaly novemberben a szállítóvali szerződést bontott. A történtek miatt Tarlós István és helyettese is feljelentést tett a rendőrségen. Az ügyben még nem nyomoznak, mert feljelentés kiegészítést rendeltek el. Közöltem a kérdésünkre a rendőrség. Tesztjelleggel eddig csak a Deák téri metroállomásnál épültek meg azok a kapuk, amelyeket az elektronikus jegyekkel lehetne működtetni. Használni ezeket viszont még nem lehet. A napi.hu vette észre, hogy a BKK az illetékes minisztériumtól engedélyt kapott újabb kapuk telepítésére. Ezeket a 4-es metró keleti pályaudvari bejáratánál építik majd. A közlekedő tömeg egyesület szerint azonban mindez érdemben nem segíti a rendszer beüzemelését, hiszen az azt működtető szoftver még el sem készült. A használatbavételi engedély iránti kérelmet még be sem adták egyik kapu esetében sem. Tehát ezeket az eszközöket gyakorlatilag csak dísznek helyeznék ki az állomásokra, úgy mint például a Deák tér esetében, ahogy másfél éve nem ellenőrzik ezek az eszközök a jegyeket, az ellenőrök még mind ott állnak előttük, mivel nem működik a rendszer. A kapuk telepítésével és a rendszer kiépítésével kapcsolatban keresünk a BKK-t is, de adásunkig nem válaszoltak. Az E-jegy bevezetésének célja például, hogy kevesebb legyen a blitzelő, és sokkal egyszerűbb legyen a jegy- és bérletvásárlás. Az, hogy a hagyományos jegyek és bérletek helyett az utasok mikor használhatják majd az elektronikus jegyrendszert, egyelőre nem lehet tudni. A főpolgármester helyettes egy hónappal ezelőtt azt mondta, reméli, hogy 2020-21-ben már üzembe helyezhetik a rendszert, de biztos az ő sem tud. Bíró László, RTL Híradó, Budapest.